Hallod, e szlammelekicsöt a megdróttal vezetett a vad zombi seregcsök. Felszívja a rendszer. Nyakig ír itt lenne a lassú enyészet, és csak az észnek volt elég esze, hogy messzire menjen. Apropó, még el nem felejtem, leszi üzeni, hogy inkább már nem jönne haza. Haza. De haza ez még, ha nem értik-e hexametert sem. Nem tudom. Nem tudhatom. Másnak a szabadság mit jelent, de nekem alapjogot. Nem játékszer az, mit kényükre cibálhatnak törpe zsarnokok. Nem gyülekezési szabadság zárójelekkel, és nem az el lehet menni csúf cinizmusa. Főleg, hogyha az alternatíva a közös, nagy, nemzeti haláltusa. De tegyük félre a búslakodást, ünnepeljük inkább együtt 1 millió honfitársunk átmenetileg adómentes májzsugorát. De közben gondoljunk az elmenőkre. Egy másodperc néma csöndet kérek. Bocs, hogy nem többet, de a csöndben rejlik némi profit többlet, így egy kormánytervezet szerint jövőre különadó sújtja az egy másodpercet meghaladó néma csöndeket. 150 forint minden megkezdett másodperc után. Ez a nyilvánvaló gazdaságélénkítő hatáson túl azért is jó, mert így majd mind egyszerre beszélünk, és többet tettetnünk sem kell, hogy érdekel minket, mit mond a másik. Szóval gyertek, trenírozzatok velem, üvöltsetek, kiabáljatok, még véletlenül se figyeljetek rám! Mondta egy meg nem nevezett ország, meg nem nevezett minisztere, még kiemelt pár milliót az államkasszából. De miért ne tette volna, hisz mi épp mással voltunk elfoglalva. Látod-e testpedek itt a fotel mélyföl szívja a testem? Rapságon keretét eleresztél a lassú tekintet, mióta egy cég piacra dobta az első keret nélküli LCD TV-t. Azóta kerettelen rekesztenek karámba, terelnek új irányba, hogy ezt megvedd, attól meg retteg, kollektív pszichózis, látod-e árva? Képzeletünk itt már az sem szabadulhat, megtöretett elménk, fals képek tartják fogva és félsz jégbe termett. Hashtag madár és disznó influenza, hashtag alkaida, hashtag ISIS, hashtag terror, hashtag hírek. Mindet nézd meg, közt kihagyom. Én inkább élek. Mellé feküdtem. Lángra gyúlt a teste, és feszes volt már, mint húrha pattan, sikolyba élvezés. Így végzed majd te is, súgtam magamnak, csak mozogj szép lassan. Gyönyört virágzik most a türelem. Szeretlek, kedves, súgtak fölöttem, mint tiszta víz patakzott izzadság testemen. Írt a Radnóti Miklós, akit nem vittek munkatáborba, nem kényszerítettek erőltetett menetre, nem lőttek tarkót és nem raktak tömegsírba. Hisz mind emberek vagyunk, van bennünk emberség is, bár ember embernek farkasa, de a farkas sem mészárol fajtársat, csak mert nem árja tejföl szürke a bundája. Azt nem hagynánk. Jaj, a meséket hagyjuk már, nem jutás a képzelet, nézzük inkább a tényeket. Az elmúlt 4000 év háborúmentes napjainak száma nulla, és a következő 4000 sem hoz majd jelentős változást, mert árkotás közénk a harácsolás. A föld javainak 98%-át, a föld lakosainak 2%-a bitorolja. Ezt majd a többség megtorolja, ezt majd rajtuk megtorolják, végtelen a bosszú kör. Olykorban féltem én a földön. Olyan otromba korban, hol nálunk több értelem maradt a minket alkotó porban. Porból lettünk, porrá leszünk. Radioaktív porrá. Hát ne várj tovább, legyen a föld végleg koporsóvá.